gyakorlatilag hosszú Levente gyógykezeléséhez figyelemfelhívással szerettünk volna hozzájárulni, és ennek teljes mértékben az volt a célja, hogy a 700 milliós gyógyszerének a kezeléséhez hozzá tudjunk járulni országos figyelemfelhívással. Ehhez csatlakoztak a bátaszéki tűzoltók is, akik akciójuk sikeréért kapták ezt a képet. Természetesen ennek is jótékonysági kezdeményezés lesz a vége, hiszen a képet is átvedésre bocsájtják majd a lánglovagok. A történet úgy indult, hogy egy civil kezdeményezés vette kezdetét egy beteg kisfiú megsegítéséért. Teljesen magánemberként kezdtem el egy kezdeményezést, ami azzal indult, hogy az apró lépés oldalt létrehoztam, és ehhez a továbbiakban csatlakoztak segítőtársaim, és így most hárman alkotjuk az apró lépés csapatát, Kis Szabó Tímeával, illetve Fisztarolá Ilonával, és ehhez társult a rendezvénytárs csoportunk, ami most már egy 14 000 fős tetrekész csapat, és így szeretnénk igazából figyelemfelhívásokkal országos kezdeményezéseket teremteni, mint ahogy a Hívd meg Levit egy kávéra kampányunk is zajlott. Konkrétan Hosszú Levente megsegítésére tettem egy apró felhívást, és ebből alakultunk így országos kampánnyá, és ezt szeretnénk továbbvinni abban a szellemben, hogy olyan gyermekeknek tudjunk segíteni, akiknek gyakorlatilag az első lépéseihez hozzá tudnánk tenni azzal, hogy rájuk irányítjuk a figyelmet, illetve emberek tömegeit inspiráljuk arra, hogy összefogással próbáljuk megváltoztatni ezeknek a kisgyermekeknek az életét. A lépés nagyobb lett, mint amit a szervezők gondoltak, hiszen egy ország szembesült egy betegséggel, másrészt minden vállalkozást felülmúlóan sikerült megmenteni már több kisgyerek életét is. Mi sem számítottunk ekkora érdeklődésre, illetve sikerre, de rettentően jó volt azt érzékelni, hogy az emberek gyakorlatilag 10 000-ei voltak, akik napok alatt ezt velünk együtt felépítették, és így, ahogy mondod is, hogy az egész ország elé tárult gyakorlatilag akár az SMA betegségnek a hétköznapi élete, illetve a hétköznapban szükséges tetteknek a sorozatának az elvégzése, mert méltatlanul kevés figyelmet kaptak ezek a gyerekek, akik viszont az elmúlt másfél hónapban gyakorlatilag olyan reflektorfénybe kerültek, hogy az emberek azt érzik, hogy kell, hogy segítsenek ezeken a gyerekeken. A bátaszéki tűzoltók számára nem volt kérdés a segítség, hiszen egész életük arról szól, hogy embereket mentenek meg a bajban. Nem egészen egy hónappal ezelőtt vettünk részt a Tetris Challenge nevű kihíváson, amikor a gépjármű fecskendőből gyakorlatilag kipakoltunk mindent, és egy ilyen légi felvételt készítettünk. Mi úgy gondoltuk, hogy elrejtünk egy csésze kávét a gépjármű fecskendő mellé. Ez a légi felvételen viszonylag nehezen látható, de ez a csésze kávé ott volt, és ezen a Facebook csoporton keresztül gyakorlatilag nyertünk egy fonalból készített képet, egy kávét szimbolizál. Azért is örültem egyébként, hogy fonalból készült, mert ez a folytonosságot és a segítségnyújtást szimbolizálja az én számomra, illetve a többiek számára is. És gyakorlatilag azzal, hogy tudtunk segíteni egy gyermeken, egy beteg gyermeken, hiszen a mindennapokban is ezt csináljuk, nem feltétlenül beteg gyermekeken, hanem embereken segítünk, mindenképpen úgy gondoltuk tűzoltóság szintjén, hogy a kezdeményezés mellé állunk. És bár nagyon örültünk ennek a képnek, és most is nagyon örülünk, és szívesen ki is tennénk, természetesen a fényképeket ki fogjuk majd tenni a tűzoltóságon, de úgy gondoltuk, hogy egy másik beteg gyermeknek a javára licitre fogjuk ezt a képet bocsátani. Több gyermek került a látótérbe, több beteg gyermek. Isten igazából ez egy közös döntés volt a kihívás, illetve még a kezdeményezésnek a főszervezőivel. Narcisznak a sorsa nagyon megérintett bennünket, hiszen azért egy 90 fokkal kitekeredett gerincű gyermekről van szó, aki borzasztó nagy küzdő, ugyanúgy, mint a tűzoltók, mi is képesek vagyunk küzdeni, de azt gondolom, hogy Narcisz nagyobb hős nálunk, hiszen a mai napig mindent elkövet annak érdekében, hogy a családját, illetve a gyógykezelését ő maga is támogatni tudja.
és amire senki sem számított, azóta a kormány bejelentette a döntését, miszerint minden 18 év alatti SMA-val küzdő kisgyerek megkapja a szükséges támogatást a gerincvelői eredetű izomsorvadás kezelésére. A bátaszékiek akciója ennek ellenére tovább tart, jelenleg 17 000 forint a kikiáltási ár. Bóta Gyula parancsnok azt mondja, a család olyan szociális körülmények között él, hogy a gyógykezelés mellett minden forintra szükségük van.